Jó, köszönöm. Mayer László rendőrőrnagy éppen azt ellenőrzi, minden megfelelően működik-e a kisgépeken. Ezek az eszközök multifunkciósak, hiszen évközben a parkfenntartáson dolgoznak, télen pedig a síkosságmentesítésben vesz részt a 10 kis traktor. A parkfenntartásnak a, mint egy villancskárautó fog működni. Ez pedig már a Városgondnokság legújabb járműve. A közel 100 millió forintos platós nagygép télen áll először szolgálatba. Tavasszal pedig ez is a parkfenntartás gépparkját erősíti. A síkosságmentesítést és a hóeltakarítást összesen 6 nagy jármű segíti. A városgondnok elmondta, idén kevesebb pénz jut a hóeltakarításra is, kevesebb emberrel és rövidebb ideig tart a téli útüzemeltetés. Sajnos a gazdasági válság miatt azért kevesebb pénz jut a hóeltakarításra is, kevesebb emberrel és rövidebb ideig. Tehát azért vagyunk nem az eddigi években megszokott november 15-től, hanem csak december 1-ével indítottuk el a hóügyeletet, és hát nagyon bízunk benne, hogy március 1-ével le is állíthatjuk. Tehát az ügyeleti díjakat, a készenléti díjakat ennyivel rövidebb időre kell kifizetni. Első ütemben a fő és tömegközlekedési útvonalak, a gyűjtőutak síkosságmentesítése történik meg, és a különösen fagyveszélyes, forgalmas útszakaszokat takarítják. A második ütemben a lakótelepi utak és a kertvárosok nagyobb forgalmi utcái következnek, majd a kisebb utcák. Egy kicsit lassabban fogunk dolgozni, miután kevesebb emberrel, kevesebb géppel dolgozunk, mint az előző években, ezért egy lassabb beavatkozás. Még mindig megfelelünk a törvényi előírásoknak, tehát körülbelül 8 óra alatt az első ütemet, ez a fő és tömegközlekedési utak, következő 8 órában már a lakótelepek, a kisebb utakat is, és a kertvárosi, külvárosi területeket pedig a következő 8 órában. Nagyjából 2000 tonna só található a Városgondnokság raktárában. Amikor enyhébb az idő, akkor elsőfokú a készenlét, amikor pedig az időjárás előrejelzés azt mutatja, hogy havazás vagy komolyabb lefagyás várható, akkor másodfokú ügyeletbe lépnek.